Sziasztok, újra vagyok, ezzel jártam itt Lolával és Kaspiannal. Most lovagoltunk, de ha azt mondom, hogy 35 percet mentünk, akkor lehet, hogy még sokat is mondok, és alig dolgoztunk valamit, de ő teljesen ki van. Ők. Szegény kicsi csikó. A mai videó az részben egy helyzetjelentés, részben pedig egy ilyen lovas haul lesz, ugyanis megint sikerült elmennem egy lovasboltba az egyik barátnőmmel. És igen, szóval vettem egy pár cuccot, és ezeket be fogom mutatni most a videóban majd. De legelőször a helyzetjelentés. Bocsánat, hogy eltűntem. Elsősorban az iskola miatt, másodszorban pedig sikerült a lovaknak megfázniuk. Kaspinak először köhögött, meg folyt az óra szegénykémnek, meg aztán Lola is elkapta, és biztos, hogy ilyen bakteriális fertőzés, vagy valami vírus, vagy valami ilyesmi lehetett. Kaptak rá antibiotikumot, már tök jól van, már Kaspiannal dolgozok egy pár napja. Nem ilyen egetrengető dolgokat csinálunk, de azért most már szépen lassan kezdem őt visszahozni, mert nem folyik már úgy az óra, meg egyszer-egyszer köhög még, de hál' Istennek már semmi komoly nincsen. Lola az még a hétvégén szinte teljes pihenőben volt, mert neki még elég szar volt. Ő most fog majd elkezdeni kicsikét visszajönni a nagy munkába, hogyha hívhatjuk munkának azt, amit ő csinál. Ma például lehozom őt idomítani egy kicsikét, megnézem milyen a lába, stb. És aztán nekem is sikerült megfáznom, nem tudom mennyire hallatszik a hangomon. Most már megyek ki belőle, de azért még egy pár napja, még én is rendesen fújtam az orromat. Igen, betegen is lovagoltam, de ez van. Szóval igen, ha jól érzem, most sikerült összeszednem magamat iskola téren. Szóval visszaszoktam így a suliban nagyjából, nem tudom, hogy a szünet most mennyire fog kizökkenteni, de nem ígérek semmit, hogy mennyi és hány, vagy nem tudom, milyen fajta videók lesznek a jövőben. Fogalmam nincs. Szóval, ha valaki megkérdezi, hogy mikor lesz új videó, nem fogok rá, vagy nem válaszolok rá, vagy csak akkor fog rá válaszolni, hogy ha tudom is, mert valószínűleg az lenne a válasz, hogy fogalmam nincs. Egyébként Instagramon azért aktívabb szoktam lenni, meg ott oda ki szoktam írkálni dolgokat, meg szoktam kirakni posztokat. Szóval, hogyha esetleg szeretnétek így értesülni rólunk valamennyire, akkor ide kiírom a lovas Instagramnak az oldalát. Itt Kaspiról meg Loráról szoktam posztolni dolgokat, meg ilyenek. És ha szeretnétek, akkor kövessétek be. Más most így hirtelen nem jut az eszembe. Igazából nagyon nem haladtunk semmit, Kaspival se. Igazából még mindig ugye azokat a feladatokat csináljuk. Nincs is nagyon most semmi klippem, talán képeket tudnék bevágni, hogy mi történt velünk, majd lehet, hogy ide bevágok egy pár képet, vagy valami, de igazából olyan nagyon olyan komoly, vagy ilyen olyan dolog, amit hú, de meg kéne osztani. Jaj, szia! Nem történt egyáltalán. Ami viszont számomra nagyon-nagyon jó, meg hát gondolom Lolának is, hogy most gyönyörű a lába, nem tudom, mi van vele, lehet ez időjárás ideális neki, vagy valami, de csikó. Ne. Oké. Nagyon szép neki a lába, arról viszont majd vágok be videót. Get. Lassan. Kaspi. Igazából vele nem volt semmi. Nem vesztett egy ilyen bütyköt a lábán. Majd arról is bevágok képet. És
Hát igen, az elég érdekes dolog volt, de viszont valami csirkecsont, vagy hogy hívják, nem, biztos, lehet, hogy hülyeséget mondok, de az állatorvosunk azt mondta, hogy valószínűleg összecsapta a lábát a karamba, vagy valami, és ez ott kijött neki, és lehet, hogy így, szia bobóc. Ez kimozdult neki a helyéről, de nem gátolja semmiben, nem is sántított, csak úgy megijedtem hirtelen, hogy te jó ég, már megint mit csináltál magaddal, és utána jött ez a megfázásos dolog, szóval most tényleg nagyon nem voltunk munkában, szerintem látszik is talán egy picit rajta, hogy izmai azok így felszívottak. Szóval, egyelőre szerintem ennyi, nem húzom tovább az időtöket, várható még egy ilyen kreatívabb videó a szünetben, igyekszem fölvenni, viszont elég zsúfolt lett a szünetemnek a második fele, szóval nem ígérek semmit, hogy föl fogom-e tudni venni, vagy sem. Eddig meg azért nem akartam videózni, mert egyrészt most már, hogy tűrhető a fejem a megfázás miatt, másrészt meg olyan hangom volt, mint egy ilyen űrlének, szóval. Vagy úgyhogy, ha jól tervezem, akkor vagy ezen a héten, vagy a jövő héten még jön egy videó, és utána meg fogalmam nincs, hogy mikor fog új videó jönni. Hát sajnálom, hogy így eltűntem, de nekem is nehéz ez az iskolai év, és innen már csak nehezebb lesz, de szerintem ezzel mindenki így van. Szóval tényleg kitartást kívánok mindenkinek, a felvételizőknek is, meg érettségizőknek is, meg mindenkinek, aki esetleg ebbe az évbe valami nagy dolgot csinál, aki nyelvvizsgázik, vagy valami, meg úgy mindenkinek tényleg, és kívánom, hogy tényleg jó jegyeitek legyenek, tanuljatok sokat, de törődjetek a pacikkal is, ezért őket se hanyagoljuk el, Kászpi. És igen, most jöjjenek azok a dolgok, amiket vettem a lovasboltban. Még egy dolog, ezeket a dolgokat a nagy lovasban vettem. Esküszöm, ilyen törzsvásárló leszek, szóval igen, a nagy lovasban vannak a cuccok, és ennyi. Vettem a kengyelre ilyen húzatot majd. Szóval ezt most nem fogom megmutatni, hogy felrakom, de igen. Kíváncsiak, hogy funkcionál. De ja, ilyen is van. Illetve még ez. Unikon is, és nem tudtam ott hagyni. Igen, úgyhogy ezt belöntem a kis ládikámba, meg adok is a paciknak, úgyhogy olyan jó illata van, ilyen raspberry is, azt hiszem, igen. Úgyhogy, ja, ott van ilyen kis málnás cuccos. Tökéletes, hogy ilyen nyitókát raktak rá, csak egy dolog gond van, hogy ezt nem tudom kinyitni még a korpás, vagy az árpás zsákon sem. Szóval, ja, itt szétvittem. Mindenki jött belőle? Ja. Úristen, olyan szókincsi. Nem tudom, ilyen kis csillag alakú. Vissza kis és kapni. No. Hát ez gyors volt. Milyen? Jaj, de finom. Finom volt? Kérsz még? Gondoltam. Jaj. No. Úgy láttam, ez neked is elnyerte az ízlésedet. Hát persze. I gave you my heart.